Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaljatok helyet. Karácsony ünnepének harmadnapján Szent János apostol és evangélista ünnepén gyűltünk össze itt Schwäbischmünkben. Voltak éppen az itteni közösség és mindazok számára, akik ide a mai szentmisére eljöttek, mondhatom azt, hogy ez a karácsonyi szentmise, ünnepi szentmise. Hogy látjátok, Krisztófer nagyon kedves volt, és a közösségnek gyönyörű, aranyozott miseruháját adta át, hogy ebben misészhessek. És ilyen értelemben számomra idejönni Schwäbischmünkben, ebben a ferences templomban mindig nagy élmény és nagy öröm veletek együtt az eukarisztiát ünnepelni. A mai szentmisének a kezdőéneke így hangzik: ő az a János, aki az utolsó vacsorán az Úr mellett foglalt helyet. Boldog apostol, mert megnyíltak előtte a mennyország titkai, és az egész föld kerekségen hirdette az örök élet igéit. A karácsonyi ünnepkör egyik örök tanítása, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Hiszen benne Isten ajándékozó szeretete lesz kézzelfoghatóvá a betlehemi kisde születésével, Jézus Krisztus születésével. Mai szentmise abban az értelemben is különleges, hogy a szentmise végeztével keresztelünk is lesz. Ilyen formában a családdal együtt átéljük azt a fajta örömet, hogy mit is jelent egy gyermek születése, és milyen nagy öröm, amikor a gyermek az isteni életben részesül a keresztség szentségén keresztül. Másrészt ebben a szentmisében, majd a szentáldozás követő záró könyörgés után jubileumi házaspár jön, mint egy megújítani házassági ígéretét, ebben kéri Jóisten áldását a további életére, kérik életükre. Aztán, és ezt hagytam a végére, bár ezzel fogom most kezdeni, úgy, ahogy a tavaly is volt, vagy azt megelőzően is, Tünde irányításával, vezetésével, és a többiek, többi szülő, felnőtt segítségével természetesen, a gyermekeink újból egy szép kis karácsonyi műsort hoztak el, azt fogadjuk most szeretettel. Még annyit hadd mondjak el, hogy ebben a szentmisében a napokban elhunyt, eltemetett Bandura Kábor testvérünk lelke üdvéért is imádkozunk. Most pedig tihetek a pálya. József Attila, karácsony. Legalább 20 fok hideg van, szelek és emberek énekelnek. A lombok meghaltak, de született egy ember. Meleg, magvető hitükről komolyan gondolkodnak a földek. Az utcák biztos szerelemmel, siető szíveket vezetnek. Csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot. Fa nélkül is befül az emberektől. De hová teszik majd a muskátlukat? Fölöttük csengőn, tisztán énekel az ég, s az újszülött rügyező ágakkal lángottak a fázó homlokok mögé.
karácsonyi csengő vagyok, csingenek az ágon. Örüljetek, megjött a jóságból karácsony. Lenárt Ágnes, mit szeretnék karácsonyra? Visszakapni az ünnepet magát, újra élni a fénylő csodát, ámuló szemmel nézni a karácsonyfát, beszívni az erdő üzente illatát, érezni a szeretettől meleg szobát, tudni odakint december havát, hallani a csengettyű hangját, édesanyám kedves hívó szavát. Ott állni, megilletődöttem némán, mint gyermekkorunk karácsonyán. Hinni ajándékhozó Jézuskát, és sírni, kísérni az évek bánatát. Csita Jenő, itt van a szép karácsony, itt van a szép víg karácsony, élünk Dion friss karácsony. Menjünk, finom csemege, kicsi szíved remege. Karácsony van minden ágon, csillog-villog csupa drága, szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körbe ülnek. Aranymese áhítal, minden szíved áltatat. Pásztorjáték bebe jönnek, és kartával ráköszönnek a családra. Ura név, de énekük csodaszép. Tiszta öröm tűze átig a szemeken. A harangjáték szól, éjféli üzenet, kis Jézuska született. Karácsonyban kis Jézus, ugye hallott szavam, segíts nekem, hogy még jobban ismerhessem magam, segíts, hogy a testvéreimnek még jobb testvér legyek. Szeretetem tőled kapjam, és hogy szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyek. Megérthessem a világot és az embereket. Karácsonyban kis Jézusom, tégedet ünnepelünk, ihitt a béke és a szeretet. Legyen mindig velünk.
Mezei Erzsébet karácsonyi kívánság. Ha én betlehemi pásztor gyerek lennék, karácsony estéjén a jászolhoz mennék. Ha lenne egy szelíd, szép fehér báránykám, azt is oda vinném, azt is oda szánnám. Gyorsan betérdelnék, milyen jó is volna, angyalok éneke gyönyörűt szól. Talán egy kis angyal kezemen is fogna, megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek, miért is nem lehetek Betlehemben eljött őrző pásztor gyerek? Magyar földön járok. El is múlt az régen, hogy ez a csillag ragyogott az égen. Most is van csillag, elég, de úgy egy se ragyogott. Nem énekelnek már mennyei angyalok? Úr Jézus elébe elmegyek én mégis, 100 nap és 100 éjjel, ha még mindig mennék is. 100 nap és 100 éjjel, nem is kell majd járnom, oda repít engem az én imádságom. Miért megyek elébe, megköszöni szépen a sötét világra, hogy leszállott értem. Megmondani neki, életem halálom, már én csak ezen túl mindig őt szolgálom. Megsimogat, tudom, szeretősz szemével, megtelik szívem, szíve, melegével. Úr Jézus, és megtartó Úr Jézus, édes mosolyával, karácsony estének nagy boldogságával. Kívánok!
Gyertek, gyertek, gyertek! Attila, gyere! Nem állsz ide. Jó. És annyit még röviden mondjátok, hogy milyen érzés volt, amikor készültetek a mai napra. Örültetek neki? Igen. Igen? Hamar megtanultátok. Egy ilyen verset nem tudok megtanulni már. Hamar megtanultátok? Igen. Igen? Igen. Tessék? Leghamarabb te tanultad meg, ugye? Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Attila, én megkérlek, hogy valahogy úgy gyere már, hogy mikrofonba segítsél az éneklésben, jó? Jó. Köszönöm szépen, mentek helyre, majd a végén még találkozunk. Vagy hogyha... Így. Most mindannyian fölállunk, és hogy erre a szeretetteljes, közös, háladó szermisére méltók legyünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőségre a kettes számú éneket énekeljük. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek.
Könyörögjünk. Istenünk, te Szent János apostol által föltártad előttünk örök igéd rejtett titkait. Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló bölcsessége tanított nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön őt ki. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez nekünk Istenünk. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, ki kiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak, királlyá lett a te Istened. Figyelj csak! Őrszemeit felemelik hangjukat, és mind újonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra. Újongva énekeljetek minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, szereteim. Ami kezdettől fogva volt, ami hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk tapintatott, az élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent, mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. Ezeket azért írjuk nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálom.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján húsvét vasárnap kora reggel Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyors leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt, és hitt. Ezek az evangélium igényi. Foglaltok helyet. Kedves ünneplő testvérek, talán most a legbölcsebb az lenne, hogyha hallgatnék. Annál is inkább, mert a gyermekeknek annyira őszinte és tiszta volt ez az előadása, amit ide elhoztak ajándékként nekünk, hogy ez önmagában is már egy gyönyörű tanítás és üzenet számunkra. Mégis úgy gondolom, hogy egy-két rövid gondolatot kínálok nektek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nyilvánvaló ezeket a gondolatokat elraktározzuk magunkba, magunkkal vigyük, és természetesen próbáljuk annak üzenetét a magunk életére alkalmazva megfejteni, megélni. Évről évre visszatér karácsony ünnepe. Függetlenül attól, hogy kinek mi a világnézete, mit gondol erről a világról, valamilyen formában találkozik a kérdéssel, hogy mit jelent számomra a karácsony ünnepe. Amikor én erre most választ fogok megfogalmazni, és ezt a választ nektek kínálom, akkor nyilván abban mi egyek és közösek vagyunk, hogy egy hasonló közegből érkeztünk. Hívő keresztény emberek vagyunk. És éppen ezért ilyenkor karácsony ünnepén mindig újra és újra felerősítjük magunkban karácsonynak örök üzenetét, örök tanítását. Azért annyira fontos ezt az üzenetet, magát a tanítást felerősíteni, mert az a világ, amelyben jelenleg mi vagyunk, ahol mi élünk, az úgynevezett globalizált világ, amely mint egy kívülről ránk kényszeríti, ránk tukmálja a maga ideológiáját. És ember legyen a talpán, aki ebben a ideológiai katyvaszban, zűrzavarban el tud igazodni, meg tud maradni önazonos, hiteles emberként. Hogy hogyan próbálják megfosztani a karácsony ünnepét igazi tartalmától, hogy rátelepszik az üzlet, a globalizált hatalom, a pénznek a hatalma, amely egyfajta illúziót kínál számodra. Most mindent olcsóbban megkaphatsz, vásárolj, cserélj le mindent, és egy életre eladósítod magad. De már nem gondolsz a holnapra, a holnap utánra, mert benned a jelen birtoklási vágya él. És ha nem vagy kellőképpen mértéktartó, ha nem vagy kellőképpen szerény, ha nem gondolkodol el a karácsonynak igazi üzenetén, értelmén, akkor könnyen ebben a csapdában találhatod magad. Nem akarok ezekkel a válaszokkal foglalkozni, sokkal inkább
lelkipásztorként, hívő emberként, nyilván visszanyúlva magam gyermekkori élményeihez, ifjúkorom tapasztalataihoz, azt a fajta választ szeretném megadni, amely talán benneteket is egy kicsikét erősíthet és segíthet ezen az úton. Karácsony ünnepe, karácsony ünnepének örök üzenete, hogy Isten belépett emberi világunkba. Megtestesült. Emberré lett. És ezzel, hogy vállalta emberi természetünket, emberi sorsunkat, abban a pillanatban önmagához emelt bennünket. És ettől kezdve az embernek, és jelesül a hívő embernek nincs más feladata, mint ezt a nagy csodát, mondjam így, felfedezni saját magában, emberi méltóságán keresztül, és természetesen megélni a mindennapokban. Akkor is, amikor embertelenek a körülmények. Akkor is, amikor ádáz viszonyok közepette kell helyt állni. A gyermekekhez hasonlóan bennem is, és nyilván bennetek is felsejlenek azok az emlékek, amikor mi is abban a bizonyos pásztorjátékban, vagy pásztorjátékokban, karácsonyi előadásokban epizód szerepeket vállaltunk, és hogy milyen nagyszerű volt ott együtt, közösen készülni, milyen nagy öröm volt meglepetésben részesülni, milyen nagy öröm volt hinni a karácsony örök titkában, hinni annak üzenetét, milyen nagyszerű érzés volt ajándékot kapni, és mert megtanítottak bennünket erre, nyilván ahogyan felnőttünk, akkor mi magunk is elindultunk egy másik úton, és a másik oldalról közelítjük már meg ugyanezt az örök kérdést, milyen jó másokat megajándékozni. És természetesen mindannyian csak azt tudjuk adni, kínálni más számára, amivel mi bírunk, amivel mi rendelkezünk. És a kérdés most mindenkinek szól, elsősorban felnőtteknek. Mit hoztam el erre a karácsonyra? Mit kínáltam én oda az én szeretteimnek? A rejám bízottaknak. És hogyha erre jó szívvel, jó lélekkel tudok válaszolni, akkor a boldog lelkiismeret öröme az, amely megerősít, hogy jó úton járok. Hogy jó az irány, amelyen elindultam. Hála és köszönet érte. A Tünde által felolvasott izajási, szentírási rész egy gyönyörű tanítás. Az elmúlt napokban több alkalommal is röviden elmélkedtem erről. De itt is szeretném megismételni magát az üzenetet. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, aki örömhírt hoz, aki kikiáltja a szabadulást. Izajás proféta mindez a fogság korában választott népnek biztató üzenetként nyújtja át, akik vártak a jó hírre, vártak a szabadulásra. És ezt a képet a magam életére alkalmazom, akkor számomra egyértelmű és világos az üzenet. Emberként sehová se vezet, ha valakivel szemben határozom meg magam. Ha harcolok. Ha
az ő szemében akarom saját magamat pozícionálni. Nincs értelme. Fölösleges. Sokkal inkább annak van értelme, ez az én ászpoétikám, hitvallásom egyben, hogy tudnom kell, mit szeretnék elérni. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mire vagyok képes. Tisztában kell lennem önmagammal. Tudnom kell, hogy mire vállalkoztam a magam életével, a magam szolgálatával, hivatásával. És teljesen mindegy, hogy milyen utat, milyen élethivatást választottam magamnak. Abban higgyek, azt képviseljem, azon az úton elinduljak, és igyekezzem mindig szeretetben élni. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, aki örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. A szabadulást, a szabadságot csak azt tudja kikiáltani, azt tudja átnyújtani, aki saját maga szabad. És úgy gondolom, hogy így karácsony ünnepében, hiszen karácsony 8-adában, oktávájában vagyunk, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ne áltassuk önmagunkat, valóban szabad vagyok-e? Vagy mi az, ami megköt engem? Mi az, ami magához láncol engem? És meggátol abban, hogy az legyek, aki valóban lenni szeretné. Egy nagyon fontos és mély kérdés. Mert hogy ha sikerül ezt a kérdést megválaszolnom, akkor belső békére és harmóniára fogok találni. Most már elmondhatom azt, amit nagyon féltem egy hete. Volt egy nagyon-nagyon sikeres közös élményünk, de a december 17-éhez elvezető út az nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sok energiát megkötött, és én egyszerűen az ünnep végeztével elfogytam. Másnapra teljesen elment a hangom. És egyéb bajaim, gondjaim is voltak, nem szeretnék erről most beszélni. Lényeg az, hogy teljesen kérdéses volt a karácsony ünneptől. Nem tehettem egyebet, mint hogy visszahúzódtam szobámba, és azt mondtam, Uram, ha szükség lesz rám ezekben a napokban, akkor adj erőt hozzá. És minden napot, szombattól kezdődően, vagy péntektől kezdődően, ebben az örökös izgalomban, feszültségben éltem meg, és most már itt vagyok a vége felé, még délután Bálingenbe kell elmennem, vagy kell elmennünk, és egyszerűen csak hálát és köszönetet tudok mondani a Jóistennek, a betlehemi kisdednek, mert én erre a magam erejéből nem lettem volna képes. Köszönöm, hogy erőt adott, és hogy egyszerűen megmutatta számomra azt, ha te mindent odaadsz, akkor csak válj türelemmel, békével, és amire szükséged lesz, mindig megkapod. És így volt az, hogy például karácsony ünnepének délutánján, amikor Heilbronba megérkeztünk Ramonával, ott vár bennünket Pascal.
aki most egy éve új szívet kapott. És eljött, hogy első alkalommal magyar nyelvű szentmisén vegyen részt. A tömjén az végképp nem hiányzott a hangszálaimnak, de ő annyira szerette volna, hogy ünnepélyes legyen a szentmise, úgyhogy bőséggel használtuk a tömjént. És azt az örömet látni, hogy valaki újjászülethetett, hogy új szívet kapott, új lehetőséget a jó Istentől az életre. Csodálatos ajándék. És abban a pillanatban úgy éreztem, megajándékozottá váltam. De ugyanez az érzés kísért végig minden helyen, minden alkalommal. Látni azt, hogy voltak, akik 200-300 kilométernyi távolságot tettek meg, hogy magyar nyelvű szentmisén vegyenek részt most a karácsonyi ünnepkörben. Óriási élmény volt. Így volt az a tegnap Weingartenben, úgy volt előtte Stuttgartban, amikor Nürnberg környékéről jöttek el, mert ott nekik nincsen magyar nyelvű szentmise. És látni ezeket a híveket, azt a fajta örömet, azt a fajta boldogságot, békét, amelyben együtt vagyunk. Nem, de ez a feladatunk. Ez a küldetésünk. És végül most elmondhatom, ugyanezt érzem itt körötökben is. Hiszen ahogy körülhordozom a tekintetem, látom a mosolyt az arcotokban. Látom a benső igenlést, hogy értitek az üzenetet. Értitek azt a fajta feladatot, amely a magatoké lesz, a sajátotoké. Hogy élni csakis békében, szeretetben, elfogadásban, megbocsátásban érdemes. Mindezt ma Szent János apostol és evangélista ünnepén, a szeretett tanítvány ünnepén kaphatjuk meg ajándékként, vigyük tovább, és ajándékozzuk is tovább. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben. Testvéreim, kérjük Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent János és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodva, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, teljesíts reményünket.
Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által. Jó. A lapról fogjuk énekelni a szép Szent János éneket. Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházának. Kérünk Istenünk, szenteld meg felajánlott adományainkat, és add, hogy ebből az égi lakomából az örök ige titokzatos életét merítsük, melynek titkait ugyanebből a forrásból tártad fel, János apostolodnak, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, sőt, csodálatos cserével, milyen lett isteni örök és boldog élete. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és egy szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd el át szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedése, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Csengőt. Ugye ennek az orgonának az egyik különlegessége, hogy létezik ez az ünnepélyes karácsonyi csengő dallang. Ha emlékeztek, a tavaly Kelemen József orgonaművész úr volt itt Ulmból, és ő lepett meg elsőként ezzel a csodálatos orgonaszínnel, mondjam. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett bennünket, hogy üdvözítőt küldött az ő egyszülöttét, ezért imádkozzunk bizalommal. Mi Atyánk! Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, add meg a teljes egységet, kérsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához. Jézus, a betlehemi kisded. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallnék a hajőt, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én. Thank you.
Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, a most bemutatott áldozat által lakozzék mindig bennünk a megtestesült ige, akit Szent János apostol hirdetett, Krisztus a mi Úrunk által. Gyere, Krisztina! Te is érintett vagy, ugye? Jó. Jubilás házaspárt megkérem, akkor gyertek. Téged, benneteket fagassalak, vagy Krisztinát inkább? Krisztinát. Inkább Krisztinát, jó? Mutasd be szüleidet. Itt van édesanyám, az Mutter Katarina, és édesapám Mutter József. Hány éves házassági évfordulójuk van? Na? Nem számoltam, de már olyan sok. 30. Tudtam, igen. 30 éves. 30. Házassági évfordulótok van. 26-án volt a... Igen. Tehát a tegnap volt a napja. Igen. Tegnap volt a napja, az évforduló, ugye? És akkor a mai napon ünnepeljük ezt meg. Hol volt az esküvőtök? Itten, nem. Svébismünkben. Itt Svébismünkben. Svébismünkben. A Leonárd szemplomban. Akkor ti már itt kötöttek a házasságot. Igen. Krisztina is velünk volt. Igen, jó. Ma hasikában voltam. Ügyes. Akkor itt a helyed most itt is. Kedves jubiláló testvérek, József és Katalin, ti, akik Isten akarata szerint jó és balsósban 30 évig felbonthatatlan szent házasságban éltetek, most a Jóistennek hálát adva újítsátok meg egymásnak tett szent ígéreteteket. Fogjátok meg egymás kezét, tartod a kezét, nagyszerű. Az egyház nevében kérdezlek hát benneteket, akartok-e sírig tartó hűségben és egymást segítő szeretetben élni továbbra is Isten segítségével? Akartok-e, mint a világ világossága, hitetekről és a felbonthatatlan házasságról jó példát adni a világnak Isten segítségével? Akarunk. Akarjátok-e, mint a házasság kötéskor és gyermeketek megkeresztelésekor ígértétek gyermeketeket és a már születendő unokákat Isten félelmében és az emberek iránti szeretetben nevelni és segíteni? Akarjuk. Isten kegyelme segítsen benneteket, hogy 30 éve esküvel tett ígéreteteket, amit azt most ünnepélyesen megújítottátok, mindvégig megtartsátok, és a hűségesnek ígért örök életjutalmát elnyerjétek Istentől, az Atyától, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Kedves ünneplő házaspár, József és Katalin, 30 esztendeje, hogy Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt örök hűséget ígértetek egymásnak. A házas élet sok kegyelmének betetőzése a mai nap, a szívetek telve van hálával Isten iránt, ő mellettetek áll jó és balsorban egyaránt. A hűséghez ő adta az erőt. Szeressétek továbbra is egymást, szeressétek Istent, ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket, és az örök életet adhassa jutalmul. Szeressétek egymást továbbra is, éljetek békében és egyetértésben. Egymás gyöngéit viseljétek el kölcsönös türelemmel, hordozzátok közösen, éltetek terheit. Ezzel pedig gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emészt. Ti pedig, a veletek együtt ünneplők,
szeressétek és tiszteljétek a jubiláns házaspárt, könnyítsétek életüket, kíméljétek őket a keserűségtől, és legyetek hálásak mindazért, amit gyöngéd és áldozata szeretetükben rátok pazaroltak, és éljetek úgy, hogy örömük teljék bennetek, és büszkeséggel tekintsenek rátok mindenkor. Uram, hallgass meg könyörgésünket, jusson eléd. Mindenható örök Isten, te ajándékoztad meg híveidet a munkás élet kegyelmével, add meg, kérünk, hogy gondolattal és cselekedettel mindig a jóra törekedjünk, és hogy csak benned bízzunk. Halmozd el kegyelmed ajándékaival őket, hogy egymás iránti szeretetüket megőrizzék, és a föld élet után hozzád az örök életre eljussanak, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Jó, és egy nagy taps mindenképpen jár neked. Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr, az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját át, fordítsa az Úr az ő orcáját át, és adjon békét te néked. Még itt ünnepünk nem ért véget, az áldás előtt természetesen nagy szeretetben köszöntöm mindazokat, akik ebben a hónapban névnapjuk, a születésnapjukat, bármilyen más családi eseményt ünnepelnek. Tegnap az Istvánokat köszöntöttük, ugye régi klasszikus mondás, hogy melyik Istvánt ünnepled, azt mondja, hogy meg nem nősültem addig a királyt, mióta igen, azóta a vértanút, de az erről feleségeket is meg kell kérdezni. Aztán ma a Jánosokat köszöntjük hasonlóképpen nagyon nagy szeretetben. Azt szeretném még elmondani, hogy szilveszter napján, ez a soron következő vasárnap, az Szent Család vasárnapja. 18 órakor Stuttgartban lesz, itt a közelben, ezt említem nektek, Stuttgartban lesz háladó szentmise, szeretettel hívunk és várunk benneteket. Majd másnap, január 1-én, Szűz Mária Isten Anyasága ünnepén, a béke világnapján, 11:30-kor lesz Stuttgartban szentmise. Itt Schwäbischmündben 2024. január 7-én 9:30-kor találkozunk újra. Most a 2024-es esztendőben néhány helyen apró változások vannak, de ezek az apró változások a Schwäbischmündi közösséget nem érintik, tehát veletek itt továbbra is a hónap első vasárnapján 9:30-kor találkozunk. Majd aztán a kijáratnál különféle nyomtatványokat, naptárakat még lehet vásárolni. Majd ott lesz valaki, aki eligazít benneteket, mert a
záró éneket követően mi még maradunk és a keresztelőn fogunk részt venni. A kezemben tartom a 49. jótékonysági bálunk meghívóját, ez is hátul kapható, úgyhogy legyetek szívesek, vigyetek többet is, másoknak is juttassátok majd el. Január 2-ától kezdődik hivatalosan a jegyárusítás, értékesítés, úgyhogy akkor indul az élet, ez egy keddi nap lesz, jól mondom, igen, keddi nap lesz, akkor aztán várunk benneteket. Ha pedig, ezt megtettem már más alkalommal is, most csak egyszerűen szeretném mutatni, hogy ez ugye 5x2-10 lapocska, oldalacska, és hogyha megnézitek a támogatóknak a sorát, akkor ez 5 oldal mindenképpen, ami azt jelenti, hogy egyre többen csatlakoznak a felhívásunkhoz, és lesznek támogatóink, fizikai személyek és intézmények, azért, hogy ezt a karitatív célt tovább tudjuk szolgálni. Apropó, a Jónak lenni jó jótékonysági napba bekapcsolódva itt a mi hívószavunk az Együtt Jónak lenni jó, még jobb volt, és el kell, hogy mondjam, hogy nem csupán az volt az óriási nagy eredmény, hogy több mint 5000 euró értékben gyűlt össze pénzbeli adomány 2 millió forintnak megfelelően, hanem az, hogy nagyon sok közössége sikerült megszólítani. Itt van most éppen velünk Oszkár és Hajnalka, úgyhogy nagy köszönet nektek is ismételten azért az ember feletti munkáért, amit belehelyeztetek, beletettetek. Nyilván ennek is az eredménye, hogy és én ezt tartom a legfőbb eredménynek, hogy olyan egyesületek is, vagy egyesületek is egy asztalhoz ültek, akik korábban az elmúlt időben ezt talán ilyen formában nem tudták megtenni. Amúgy pedig ez a fajta adományozás tovább fog folytatódni, ugyanis továbbra is van lehetőség, hogy egyházközségünkön keresztül magát ezt a nemes célt és nemes szándékot szolgáljuk, amennyiben valakik ezt így meg szeretnék tenni pénzbeli adománnyal, amit aztán természetesen hivatalosan le tudnak írni az adójukból, akkor legyenek szívesek, engem szólítsanak meg, hogy annak a mikéntjét, a formáját el tudjam mondani, hiszen nyilvánvaló nekünk, mint közösségnek szintén fontos ez a fajta missziós szolgálat, még akkor is, hogyha egyesek ebben nem nyújtanak aktív támogatást és segítséget, én lelkipásztorként mindenképpen ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. És azokkal, akik ezt képviselik, mindenképpen ezt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen! Igen, tessék! Azt szeretném mondani a kedvességeknek, először is a ugye meg szeretném köszönni ezt az egész évi munkáját, amit itt Svéd is mindbe velünk is eljön hozzánk szívesen és velünk tesz. És másodjára is, hogy agapénk lesz, így hogy akinek ideje telik, akkor szívesen fogadjuk a terembe. Minden jót. Köszönöm szépen. Keresztelő végével én is megyek. Jó. Most pedig fogadjátok az ünnepélyes áldást. Az Úr legyen veletek! A végtelenül jóságos Isten, ki fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent napot, üzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítünk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Ő, aki fiának megtestesülése által kivékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és jó akarat ajándékával, és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorából.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. Istenem.